Köszöntöm Önöket! Ahogy már eddigi összefoglalóinkból kiderült, a Ne légy áldozat című projekt fontos szerepet tölt be Szabolcs-Szatmár-Bereg életében. A példaértékű megyebeli együttműködés többek között hatékonyabbá teszi az áldozattá válást megelőző és az áldozatsegítést ellátó rendszereket, intézményeket. Még mindig a nyitó konferenciát idézzük fel, ahol a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője a projekt pilléreit mutatta be. Szabó Zoltán kiemelte, ahhoz, hogy a projektbe bevont szakemberek a lehető legfelkészültebbek legyenek az áldozatok segítése közben, ők is különböző tréningeken vesznek részt. Nem maradhatnak el a kommunikációs és az önismereti tréningek, a bűncselekmények áldozatai pedig többek között önvédelmi tanfolyamokon vehetnek majd részt. Fontos, hogy a projekt megálmodói az áldozattá válás megelőzését tartják a legfontosabbnak, ezért oktatásnevelési intézményekben tartanak majd előadásokat, illetve különböző helyzetgyakorlatokat mutatnak be. Az ifjúság bevonásával, pályázati kiírásoknak köszönhetően pedig játékokat és kisfilmeket is készít majd a megyei rendőrfőkapitányság, ám fontos, hogy nem csak a fiatalokra gondolnak a Ne légy áldozat című projekten belül. Az egyik legveszélyeztetettebb korcsoportot is megszólítják, így több megyebeli nyugdíjas csoportot keresnek fel a következő időszakban, nekik is előadásokat tartanak. Mindenről részletesen hallhatnak Szabó Zoltán rendőr alezredesnek köszönhetően. Érdemes jobban megismerkedni ezzel a projekttel, hiszen tudjuk, a 21. században bárki áldozattá válhat. Az áldozat segítő és áldozatvédelmi irodáknak a kialakítása volt az első olyan dolog, amelyet meg kellett tennünk, tehát ezek időközben már fogadják azokat az embereket, akik esetlegesen ugye áldozatává váltak valamely bűncselekménynek. A következő ilyen második pillérként említhető dolog az a felkészítő tréningeknek a tartása, illetve az áldozatvédelmi és áldozattá válást megelőző tréningeknek a tartása, tapasztalatcserék, konferenciák, műhelymunkák, illetve az eset megbeszélések a különböző célcsoportok számára. Ezzel kapcsolatosan, tehát ki lesz fejtve nem sokára, hogy melyek azok a főbb ismérvek, amelyekről szólni szeretnék majd. A harmadik ilyen fő pillér az a kommunikáció, a tájékoztatás, a nyilvánosság, illetve a diszemináció, illetve a negyedik pedig a kísérleti tesztprogramnak a beindítása a bűnügyileg fertőzött, hátrányos helyzetű településeken, a tapasztalatoknak a beépítése a fenntarthatóság érdekében. És akkor nézzük sorban, hogy miről is szólnak ezek az alappillérek. Az első alappillér az áldozatsegítő és áldozatvédelmi irodák kialakítása volt, mint ahogy ez el is hangzott már. A megyei rendőrfőkapitányságon, illetve a helyileg illetékes rendőrkapitányságokon és az igazságügyi szolgálat meglévő helyszínein történik mindez. 8 rendőrkapitányságon, illetve az igazságügyi szolgálat esetében pedig 3 olyan településről beszélhetünk, ahol mindez megtörténik. Az irodahelyiségekben az áldozatsegítés, az áldozatvédelem, a tájékoztatás és az áldozatkövetés egy megnyugtató, kellemes, kényelmes formája valósulhat meg. Természetesen szakemberek azok, akik itt fogadják azokat, akik hozzájuk fordulnak. Pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek rendelkezésére állnak ezek szükség szerint. Egy előzetes egyeztetést követően ennek a protokollja ki van dolgozva, tehát úgy gondolom, hogy aki ilyen problémával fordul hozzánk, a megfelelő módon, megfelelő megnyugtató segítséget meg tudja kapni a felkészült szakemberektől. A következőben az irodáknak az alapvető célja és rendeltetése az, amelyről szeretnék szólni. Az áldozatvédelem, az áldozatsegítés a rendőrség által végzett tevékenység, mint a sértettként, tanúként történő meghallgatás és kihallgatás folyik. Az állampolgárok tájékoztatása a megyében elérhető, áldozatvédelemmel foglalkozó szervezetekről, azok tevékenységéről, az áldozatok jogorvoslati lehetőségeiről. Tehát ez nagyon fontos, amelyet meg kell említeni, hiszen úgy gondolom, hogy itt valóban nem mindegy, hogy milyen környezetben, hogyan történik mindez. A pszichológiai szolgálat, mint ahogy az elhangzott már, tehát a programban foglalkoztatásra kerülnek pszichológusok, illetve a megyei rendőrfőkapitányság szakpszichológusa került bevonásra.
ők foglalkoznak az áldozatokkal. Ezeket a nehezen feldolgozható történéseket próbálják meg valóban megfelelő módon kezelni, és ennek a feldolgozásában az áldozatoknak segítséget nyújtanak. Ha tovább megyünk, az irodáknak az alapvető célja és rendeltetése még mindezeken túl, természetesen pontosan azért, mert hogy konzorciumi partnerségben dolgozunk, az igazságügyi szolgálat áldozatsegítő osztálya által folytatott tevékenységhez szükség szerint biztosítja az áldozatok segítését ezekben az irodákban. Ugye itt, ezt csak azért tettem ezt az animált gifet, mert itt még olyan súlyos dolog nem történt természetesen, de ettől súlyosabb esetekben tudnak segítséget nyújtani ehhez a szakemberek. A második pillérhez elérkezve, és ezt egy picit részletezve, elmondható azt, hogy már megtörtént az áldozatvédelmi referensek regisztrációja egy úgynevezett e-learning képzésbe, az Áldozatpolitika új irányai Magyarországon című tananyag segítségével fognak majd a kollégák empatikusabbá válni, reményeink szerint, és így fogják a későbbiek folyamán a megfelelő segítséget nyújtani. Itt el kell mondani még azt is, hogy a célcsoport a pályázat közvetlen megvalósításában részvő szakemberek első körben, tehát itt az áldozatvédelmi referensek, a polgárőrség munkatársai, akik itt helyet is foglalnak a teremben velünk együtt, továbbá más a bűncselekmények áldozataival kapcsolatba kerülő szakemberek is. Az igazságügyi szolgálat részéről 4 fő került bevonásra, ebből 2 fő áldozat segítőügyintéző, illetve 2 fő mediátor pártfogó felügyelő és 3 fő civil területről érkező segítő szakember. A következő az eset megbeszélések, amelyekről szólni kell. A projekt megvalósítása alatt 4 alkalommal történik mindez a rendőrség szervezésében. Ebben a 23 fő megyében tevékenykedő áldozatvédelmi referens vesz részt, az igazságügyi szolgálat áldozatsegítő ügyintézői, mediátorok és a külső segítő szolgálatok áldozatsegítéssel foglalkozó civil szervezetek. A területen dolgozó szakemberek közötti tapasztalatcseréről az áldozatsegítésben közreműködő szervezetekkel egy műhely munka kerül lebonyolításra, 3 szintet neveztünk meg a pályázatban. Az első lesz egy úgynevezett vezetői munkacsoport, a második az áldozatvédelmi referensi kör és az áldozatsegítők, illetve harmadik lépcsőben pedig a kapitányságok körzeti megbízott alosztályvezetői és a programban résztvevő 12 teszttelepülés körzeti megbízottja számára. Szó esett már arról, hogy tréningeket tartunk, ezek egyike az úgynevezett kommunikációs tréning az áldozatokkal közvetlen kapcsolatba kerülő munkatársak részére. 23 csoportot érint mindez, ugye a nagy létszámra való tekintettel, 2 trénerrel, külön a rendőrségi közvetlen megbízottak tréningje, ahogy igazgató is említette, 250 fő részére lesz mindez 2x6 órában megvalósítva, illetve az áldozatvédelmi referenseknek és az igazságügyi szolgálat áldozatsegítőinek, mentorainak. Összesen 27 fő lesz innét, és a tréning 2x6 óra, átlagosan 12 fő per tréning átlag létszámmal. A következő, ami szintén egy nagyon fontos dolog, ugye az önismereti tréning szervezése, bűncselekmény következtében jelentősebb érzelmi, önértékelési nehézségekkel küzdő áldozatok számára, az áldozattá vált személyek számára, cselekmény következményeit feldolgozó, azok elkerülésének módszereit megosztó, közösségek kialakítása, szervezése, találkozók lebonyolítása, és elsősorban ugye a középfokú iskolákban tanuló fiatalok számára. Hogy hogyan is valósul mindez meg? A 7 kapitányság székhelyén egy-egy csoport plusz a megyei rendőrfőkapitányság, a megyeszéken 3 csoport vesz ebben részt, tehát maximálisan 10 csoport, csoportonként 6 alkalommal, ez 3 hónap időtartamban, 1 alkalom másfél óra lesz, és 1 tréner tartja. Önvédelmi tanfolyamra is gondoltunk, a bűncselekmények áldozatai részére, a 7 kapitányság székhelyén
egy-egy csoport, illetve a megyei rendőrfőkapitányság megyeszékhelyén 3 csoportban vesznek részt ebben az érintettek. Maximálisan 10 csoport, csoportonként 12 alkalommal és 3 hónap időtartam alatt. Az áldozatokkal munkájuk során kapcsolatba kerülő, de nem a szorosan vett áldozatsegítési szakterületen dolgozók felkészítése az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokról szóló információkra és azok átadására pedig következő ismérveket lehet elmondani. 2 előadó vezetésével, külső rendezvényszervező igénybevételével és a feladatot a rendőrség végzi el 8x2 alkalommal. Az áldozattá válás megelőzése érdekében nyomtatott és elektronikus formában személyesen nyújtott tájékoztatással, felvilágosító információs ismeretátadással, áldozattá válás elkerülésének módszereiről pedig oktatási intézményekben előadásokat tartunk. Helyzetgyakorlatok bemutatására kerül sor, praktikus tanácsokkal. Nyugdíjas klubokkal nagyon régóta munkakapcsolatban állunk, illetve a rendőrkapitányságok áldozatvédelmi referensei rendszeresen járnak ki a nyugdíjas klubokba, és megfelelő módon tájékoztatást adnak az áldozattá válás elkerülése érdekében, úgyhogy ők is meg lesznek szólítva a projekt kapcsán, illetve a szülőértekezleteken való megjelenés is az egyik fő ismérve lesz ennek a pontnak. A harmadik pillér kapcsán, ugye itt a kommunikációval kapcsolatosan, a program keretében összesen a rendőrség szervezésében 2 konferencia megtartására kerül sor, ezek szakmai jellegűek lesznek. Ezen kívül szóróanyagokat szeretnénk megjelentetni, tanulmányt készíteni a projekt kapcsán. Az ifjúság bevonásával az áldozattá válás megelőzése céljából pályázaton keresztül játék készítésre és kisfilm készítésre kerül sor. Jelenleg van kiírás alatt az a pályázat, amelynek kapcsán 15 kisfilm leforgatására kerül majd sor. Áldozatvédelemmel kapcsolatos kisfilmet fogunk készíteni, amely 500 példányban fog elkészülni, és a későbbiek folyamán szeretnénk ezt minél szélesebb körben terjeszteni, illetve bemutatni. Papírformátumú kiadványjal is megkeressük a érintetteket. 12 oldal színes kiadvány 120 ezer példányban fog elkészülni, ezen túl pedig szórólapokat szeretnénk készíteni az adott témakörben 150 ezer példányban. Egy módszertani útmutató elkészítésére is sor kerül az áldozatvédelem, az áldozatsegítés gyakorlati megvalósításának a támogatására. A rendőrség és az igazságügyi szolgálat és az érintett civil szervezetek megvalósító munkatársai köre számára. A programban a kísérleti tesztprogram tapasztalatait bemutató best practice tanulmány is kidolgozásra kerül, és az Észak-Alföldi régió rendelkezésére lesz bocsátva. Tartalmazza a tesztprogram kiszélesítésének a lehetőségét is. Tanulmányt a záró szakmai konferencián szeretnénk majd közreadni. Egy olyan társasjáték is az elképzeléseink között szerepel, melyel a legkisebb korosztályhoz is tudunk szólni. Ez a Véd magad okosan elnevezést kapta. Ez 100 példányban készül el, és oktatási nevelési intézményekhez szeretnénk a későbbiek folyamán eljuttatni, mint egy a legfiatalabbakat is, ugye arra ösztönözve, hogy lehetőség szerint el tudják kerülni az áldozattá válást. Következő ugye a kísérleti tesztprogramnak a beindítása. 12 teszttelepülés vesz ebben részt megyénkben. Településeket a bűnügyi ponttérkép szerint választottuk ki. Ezeknek a közös jellemzője, hogy bűnügyileg fertőzöttnek mondható és hátrányos helyzetűek. Települések között zsáktelepülések és közepes méretű, körülbelül 2-6 ezer fő lélekszámú települések találhatóak meg. A lényege pedig, hogy a kiképzett, közvetlen megbízott állományt a lakossághoz tudjuk közelíteni, ugye érzékenyítjük őket az adott problémára, ezáltal hatékonyabban tudják elvégezni a feladataikat, és biztosítsuk a lakossággal való empatikusabb bánásmódot. A későbbiek folyamán pedig ugye ennek a programnak a fenntarthatóság alapján ennek számolunk a bővebb hozadékával is. A tesztprogram helyszíneit ugye itt a bűnözési térkép szerint választottuk ki.
Fontos szempont volt a lakosságnak a kor, a nem és az etnikai hovatartozás szerinti összetétele, illetve az adott településen a rendőri jelenlét. A települések jellegének, valamint a bűnmegelőzés és áldozatvédelmi szolgáltatások elérhetőségének a heterogenitása is érvényesült a települések kiválasztásakor. A programban tehát különböző népességű, összetételű, más szolgáltatásokkal rendelkező településeket vontunk be, a viszonylag magas a jogsértő cselekményeknek a száma, illetve mások a bűnelkövetéshez vezető objektív és szubjektív okok is. A projektnek a közvetlen elsődleges célcsoportjáról szeretnék még szólni Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élő, potenciálisan áldozattá válással veszélyeztetett állampolgároknak a köre elsősorban, tehát a bűncselekmény áldozatává vált személyek, gyermekkorú, fiatalkorú, felnőttkorú és időskorú sértetteknek a köre. A közvetett másodlagos célcsoport pedig az áldozatokkal kapcsolatba kerülő intézményekben dolgozó szakemberek, a megyei kormányhivatal, mint főpályázó koordinációs főosztálynak a vezetője, illetve a szakemberei, a főkapitányság és a hozzátartozó helyi szerveknek a vezetői, áldozat segítő referensei, körzeti megbízottjai, illetve a kormányhivatal igazságügyi szolgálatának vezetői, áldozatsegítő szakemberei és mediátorai, az áldozatvédelme áldozattá válás megelőzésével foglalkozó civil szervezetek és szakembereik. A célcsoport bevonásának különböző eszközei közvetlenül az alábbi módon érjük el, velük közvetlen kapcsolatba kerülő megvalósítókkal folytatott beszélgetés útján, közvetlenül a számukra szervezett felkészítő képzések, említettem ugye a elektronikus képzést és információs alkalmak során, közvetve pedig szórólapok, kiadványok, figyelemfelkeltő és tájékoztató ismereteket tartalmazó DVD-k, kisfilmek, társasjátékok segítségével. Közvetve olyan felkészítő képzések, fórumok, nyilvánosságot biztosító tapasztalatcserék, esetmegbeszélések, konferenciák megvalósításával, ott történő tájékoztatás útján, ahol a velük kapcsolatban álló állami és nem állami szervezetek szakemberei megjelennek. Az áldozatvédelemmel, áldozattá válás megelőzésével foglalkozó civil szervezetek és szakembereik bevonása minden együttműködést lehetővé tevő, megvalósító tevékenységbe meg fog történni. Nézzük meg ezek után a projekt működtetésével kapcsolatosan, annak bemutatása kapcsán a feladatmegosztást. A projekt keretében a főpályázó és a konzorciumi partnerek között a fő tevékenységhez tartozó feladatok az alábbiak szerint alakulnak. Tehát ugye három szervezet összefogásával valósul meg a projekt. Közös folyamatok és tevékenységek először az áldozatvédelmi és áldozatsegítő irodák kialakítása, számítástechnikai eszközökkel történő felszerelése, mint az egésznek a kiinduló alapja. A pszichológiai szolgáltatás biztosítása az áldozatok részére, az igazságügyi szolgált székén és a rendőrség kapitányságain. Ezek folyamatosan működnek. A kormányhivatal, tehát mint főpályázó feladatai az alábbiakban olvashatóak, a menedzsment funkciók ellátása, csapatépítő tréning a vezetőknek és az áldozatvédelemmel közvetlenül foglalkozó munkatársak részére, együttműködés, eljárásrend kialakítása, nyilvánosság biztosítása keretében nyitó-záró konferencia megtartása, a zárókiadvány elkészítése, televízió, valamint újsághirdetések, rádióreklámok készítetése, kötelező könyvvizsgálat, mentálhigiénés tanácsadás, illetve reintegrációs foglalkozások. A KIMISZ feladatai, ugye itt szó is esett erről, hogy szűkebb az ő feladatuk, mint a pályázatban részvevő egyéb konzorciumi tagoké, mérés, közveleménykutatás, szupervízió a pszichológusok számára, illetve interdisziplinális felkészítők. És itt jön a rendőrség feladata, esetmegbeszéléseknek a tartása, az e-learning tanfolyamnak a megrendelése és lefolytatása, kommunikációs, stressz, konfliktus kezelés tanfolyam megrendelése, lefolytatása, az önismereti tréningek, az önvédelmi tanfolyamok lebonyolítása, a prevenció, igazgató által említett úgynevezett kék estéknek a megtartása célcsoport tömeges elérésére, egy módszertani útmutató készítése, a kisfilmeknek az elkészítése,
és ennek a bemutatása, a célcsoporthoz eljuttatása. A nyilvánosság biztosítása keretében társasjátékpályázat és kisfilmpályázat megtartása, szakmai konferenciáknak a, mint említettem, ugye két esetben a rendőrség szervezésében a megtartása, és természetesen a nyilvánosság biztosítása. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Következő összefoglalónkból kiderül, hogy a szociális munkásoknak milyen szerep juthat az áldozatsegítésben. Viszontlátásra! A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alaptárs finanszírozásával valósul meg.